Már akkor a délelőtti órákban is többen érkeztek az önkéntes víradásra, a polgármesteri hivatal dolgozói közül sokan tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a programon. Székesfehérvár idén eddigi munkájának eredményeképpen az Egészséges Városok Szövetségének elnökségét látja el. Ennek kapcsán gondolták azt, hogy egy ilyen akcióval indítják ezt az évet és a Szent István emlékévet is, mondta el kérdésünkre Östör Anna Mária, egészségügyi és sporttanácsnok. Véradást szerveztünk az önkormányzat dolgozóinak. Ez egyrészt a mi kezdeményezésünk volt, másrészt pedig a dolgozók is kérték a lehetőséget, hogy szeretnének itt vért adni. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Vöröskereszttel már nagyon régóta, úgyhogy első szóra jöttek, és most a hivatali dolgozók mindegy 10%-a ad vért. Viza Attila önkormányzati képviselő, régi véradó, számára nem volt kérdés, hogy részt vegyen a mostani önkéntes akción. Régi véradó vagyok, de valahogy az élet úgy hozta, hogy erről a nemes dologról nem az, hogy leszoktam, csak nem volt alkalmam vért adni, de itt ez a remek lehetőség. Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzata meghirdett ezt a véradást, és kötelességemnek éreztem, hogy újra beálljak a sorba. Adj vért és ments meg három életet, ez a Vöröskereszt jelmondata, és valóban önkéntes véradókra mindig szükség van. A jó együttműködés természetesen 2013-ban is folytatódik.